Amerikai és európai sajtóinformációk szerint Ukrajna robbanthatta fel az északi áramlatot tavaly. A német ügyészsége a hírek szerint arra jutott, hogy egy Lengyelországban bérelt jachton szállították a robbanó anyagot a vezetékekhez, a művelet mögött pedig egy ukrán barát csoport állhat. Ukrajna tagadja, hogy közel lenne a szabotáshoz, csak úgy, mint korábban az Egyesült Államok, amit szintén meggyanúsítottak. Egy ukrán barátcsoport volt felelős a gázvezeték felrobbantásáért, erről írt kedden a New York Times. Az amerikai lap névtelenül nyilatkozó amerikai hírszerzési tisztviselőkre hivatkozva arra is kitért, bár bizonyíték nincs rá, de az újonnan gyűjtött hírszerzési adatok arra utalnak, hogy Vladimir Putyin orosz elnök ellenfelei voltak az elkövetők. A csoport tagjait azonban nem leplezték le, ahogyan azt sem, hogy ki irányította vagy fizette a műveletet. Napokig bugyorgott a tenger az északi áramlat gázvezetékek felett tavaly szeptemberben. Hamar kiderült, hogy a mélyben robbanások történtek. A gyanú azonnal az Egyesült Államokra terelődött, miután Radek Sikorszki volt lengyel külügyminiszter a gázszivárgást mutató fotó mellé azt írta, köszönjük USA, a megjegyzés pedig nem volt véletlen. Ha Oroszország inváziót indít, tankokkal vagy katonákkal lépi át az ukrán határt, akkor nem lesz tovább északi áramlat, véget vetünk neki. Ezt még tavaly februárban az ukrán-orosz háború kitörése előtt mondta egy sajtótájékoztatón Joe Biden. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring in into it. Az Egyesült Államok elnökének kijelentése után döbbent csend következett, majd amikor egy újságíró rákérdezett, hogy mégis hogyan, akkor Joe Biden csak annyit felelt, ígérem, képesek leszünk rá. I you, we'll be able to do it. Néhány hete Seymour Hersh, Pulitzer díjas amerikai oknyomozó újságíró is arra a következtetésre jutott, hogy az amerikai Egyesült Államok robbantotta fel az északi áramlatot. Forrásai szerint az akcióban az amerikai kormány mellett a CIA is aktívan részt vett, és távirányítású bombákkal hajtották végre az amerikai haditengerészet búvárai. A parancsot pedig a szabotázsra maga Joe Biden adta ki. Az írás megjelenése után a Fehérház tagadta, hogy Amerikának közel lenne a történtekhez csak úgy, mint Ukrajna. Volodymyr Zelenszky kormánya ugyanis szintén leszögezte, nincs köze az északi áramlat gázvezeték elleni támadáshoz. Mihály podolják az ukrán elnök főtanácsadója a New York Times cikkére úgy reagált, hogy Ukrajna egyáltalán nem vett részt a szabotásban. Csak hogy szerdán a német köztelevízió, valamint a Dicsőj című lap is arról írt, hogy a bűnügyi nyomozás során sikerült azonosítani a szabotásnál használt hajót, amelyet Lengyelországban bérelt ki egy cég és két ukrán állampolgára tulajdonosa. Bár a nyomok jelenleg Ukrajnába vezetnek, Oroszország szerint mindezt terelés, és szakértők is arra mutatnak rá, hogy az ukránok amerikai támogatás nélkül nem tudták volna véghez vinni az akciót. Rámutattak arra is, hogy a történtek az amerikai Egyesült Államoknak kedveznek, hiszen a gázvezeték felrobbantása szerepet játszik a gáz drágulásában is Európában. Jelentős gázhiányjal küzdhet meg az Európai Unió. A helyzet közben tovább hiszen idén is jelentős nézhet szembe az Európai Unió. Erről a századvég konjunktúra kutató ZRT energia és klímapolitika üzletág vezetője beszélt az m 1 Egyszerűen az infrastruktúrális korlátok, illetve a csepp folyósított gáz piaca nem teszi lehetővé, hogy akkora mennyiségű energiát szerezzen be, mint korábban Oroszországból vezetéken keresztül. Ezt számos bizonytalan tényező befolyásolja. Hortai Olivér hozzátette, komoly esély van arra, hogy a nyáron megismétlődjön a szűkös energiakínálat és az árrobbanás, így a következő tél még nehezebb lehet majd, mint az idei.